szeretettel köszöntöm a kedves nézőt az Ébredés mai műsorában. Győri Eszter Anna vagyok, és kívánom, hogy Isten áldása legyen ezen az új évezred nyitó esztendőn. A történelem hasonlít egy templomhoz, mely az esztendők téglasoraiból épült föl, de soha nem mondhatjuk, hogy elkészült. Magyarország 1000 éve keresztény ország, mégis voltak és vannak ma is olyan települései, melyeken nincs keresztény templom. Ilyen város volt Martfű is. De ha a hitetlen Tamás megtér, abból még templom is épülhet. A püspök is mosolyogva adta áldását arra, hogy akkor ez a templom Tamás templom legyen. Ahol torony van, ott harangok is szólnak. Harmadik történetünk elveszett és megtalált harangokról szól majd. Ez a kis harang 300 évig a föld gyomrába volt. Hagyd meg a harang hívó szavát. Az elmúlt évezred tele volt felfedezésekkel. Csodálatos volt Amerika felfedezése, a fényképezés, az autó föltalálása, a televízió, a számítástechnika, és még sorolhatnánk. Voltak felfedezett emberek, tehetségek is. Hogy mi van akkor, ha a felfedezett is felfedez valakit, erről szóljon maga a felfedezett. Édesapám zenész, és rengeteget gitározott, meg énekelt, és hát mi is így együtt tanultuk fel a dalokat. Nagyon-nagyon sokszor énekeltem fürdőszobában, udvaron, itt-ott, amatát. Komolyabban nem is foglalkoztam vele. Egészen véletlenül egy baráti társasággal csináltunk egy ilyen kis együttest. Egy bárra kellett készülnünk, és rock and roll számokat énekeltünk, és így jöttem rá arra, hogy hoppá, hát nekem van valamilyen hangom. És aztán jelentkeztem a Toldi Máriának a musical stúdiójába, de oda csak egy fél évet, körülbelül fél-hárnegyed évet jártam. Aztán abba hagytam, és hát saját úton szerettem volna haladni. Találtam egy nagyon jó zeneszerzőt, és írtunk egy nagyon-nagyon szép dalt, aminek az a címe, hogy Ez volt a sorsunk, és egészen véletlenül a Juventus Rádióból hallottam meg, hogy lesz egy ilyen tánzalfesztivál, és beadtam a jelentkezésemet, bekerültem, tehát volt egy ilyen rostálás, bekerültem is, és tavaly decemberben megkaptam az első helyzetet. A most következő felfedezettünk, a hónap felfedezettje, fogadják szeretettel Horváth Aliz. Egy álmos, nagy árnyék a reggel. Tehát nagyon-nagyon el voltam tárva magammal. De ugyanakkor féltem, hogy mi fog rám várni. Tehát az egyik oldalon bátorítottak a barátaim, főleg a szüleim, hogy hát csináljam. A másik oldalon pedig volt bennem egy óriási félelem, hogy egyedül ebben a, hogy úgy mondjam, mocskos zenész világban, mert sajnos ki kell, hogy mondjam, de eléggé mocskos és egy fertő. De aztán történt egy hatalmas nagy fordulat az életemben. Egy nagyon kedves barátom. Ról kiderült, hogy azt hiszem, talán február elején, hogy beteg, nagyon-nagyon beteg, tehát halálos beteg. Egy milyen istenhívő fiú volt ő, és hát csodálattal néztem, ahogy ő a betegsége alatt, hogy hogyan viselkedett, hogy milyen Isten közeli kapcsolata volt. És tudtamon kívül valami úgy elkezdett bennem dolgozni. És rengeteget, tehát nagyon-nagyon sokszor előfordult az, hogy csak úgy mentem az utcán, és 5-6 órát gyalogoltam este, egyedül egymagam, és gondolkodtam. Most hova menjek, kezdjem el egymagam a világi zenélést, vagy pedig Isten mellett döntsek. Egy zenekar ajánlatot tett nekem, hogy szeretnének, hogyha én Amerikában, vagy pedig Ausztráliában egy hajón énekelnék velük. Rengeteg pénz lett volna, tehát egy év alatt több millió forintot keresettem volna. Körülbelül egy-két napot gondolkodtam rajta, hogy mi mellett döntsek, és hát visszamondtam. Azon kívül kettő lemez kiadó is ajánlkozott, hogy nagyon szívesen készítenének velem CD-t, tehát ez egy ilyen, hát ugye világi
kiadóról van szó, nagyon vonzott, nagyon-nagyon vonzott, kecsegtető ajánlatokat kaptam, de úgy éreztem, hogy akkor még annyira fiatal voltam a hitben, és ha én azt most elvállalom, aláírok egy elemez szerződést, akkor ez a munkálkodás szerintem pár hét alatt szertefoszlott volna. De egyre erősebb volt bennem ez az Isten hit, és azt, hogy változnom kell. És amikor úgy döntöttem, hogy én a keresztény zenést fogom előtérbe helyezni, akkor még nem tudtam, hogy kivel, hogyan. Aztán az szeptemberben volt a jubál, és ott már hárman léptünk fel, Johannával és Eszterrel, és én is úgy éreztem, hogy az Úr nagyon megáldotta. Amikor a tévében énekeltem, és úgymond a világi színpadon, akkor nagyon sokszor volt az, hogy izgultam a tévékamera előtt, izgultam a színpadon, izgultam a versenyen, és egy hatalmas lámpalázban égtem, és amikor a jubálón énekeltem, egy olyan melegség töltött el. Minden nap megköszönöm Istennek, hogy nekem adta ezt a hangot, és amikor azt mondja valaki nekünk, hogy nagyon szépen énekelsz, akkor én csak annyit mondok, hogy hát ez nem az én dicsőségem, az Istené, és ezt neki köszönhetem. Én először azt vártam, hogy sikeres legyek, és vártam, hogy az emberek rám nézzenek, de aztán én néztem Istenre, és ő visszanézett rám. És én úgy érzem, hogy azzal, hogy én is ránéztem, megáldott, és megáldotta ezt a hangot, amit kaptam tőle. Várom őt, várom, hogy rám néz, nem látom, de Isten lát még. Egy időre hozzám jönnám, bűnt elhagynék, benne bíznék.
elég a jó működő gyár, a kultúrház, valami hiányzott. Egy város rájött, hogy nincs temploma. Következzen az ezredvégi martfű. Összesen talán 3-4 olyan település volt a közelmúltban, amely már városi rangú volt, és soha nem volt semmilyen temploma. Ezek között volt mindenképpen martfű is. Amikor a cipőgyáros itt letelepedett, ő kitűzte a helyét a leendő templomnak, de mire annak a felépítésére sor kerülhetett volna, addigra államosítva lett a gyár, ő innen eltűnt, és hát jöttek azok az évtizedek, amelyek csak gyárakkal szaporították Martfűt, a néhány száz lakosból így a gyárak vonzásának köszönhetően több ezer lakosú település lett. Nem is kellett olyan drasztikusan keresztény üldözést produkálni, ez jött magától, hisz itt minden volt, és ahol minden van, ott az emberek fejében megfordul a gondolat, hogy ennél több már akkor nem is létezik, és nincs is szükség arra, hogy netán tényleg a szórakozási lehetőségek, az iskola mellett még netán lelki gyógyulásra is időnként szükség lenne, vagy valamiféle lélek ápolásra. Azért ne felejtsük el, volt egyszer egy Tamás apostol, aki ugyanolyan materialista volt, mint amilyen materializmus uralkodik Martfűn, csak azt hidd el, kisfiam, amit látsz, körülbelül így engedte el minden nap reggel az iskolába Tamás apostol anyukája a gyerkőcöt. Így nőtt föl, és amikor megtudta, hogy mi az igazság, hogy tényleg föltámadt Jézus, akkor leborult a názáreti Jézus előtt, és fölkiáltott, hogy én Uram, én Istenem. Egy rendes materialistából bármikor lehet hirtelennyibe hívő ember, abban a pillanatban, amikor megtudja, hogy mi az igazság. De aztán hirtelen jött tényleg a változás szele, jött a várossá nyilvánítás lehetősége, ezzel párhuzamosan az új város központ kialakítása, illetve annak eltervezése, és hoppá, elhangzik hirtelen egy ilyen kijelentés, hogy ingyen és bérmentve telket kapnak a reformátusok és katolikusok templomépítéséhez a leendő városközpontban. Valami előkészítést véghez vitt bennem a felsőbb hatóság, mármint a Jóisten, mert ha arra gondolok, hogy én kaptam egy tamási vezetéknevet, ezért én mindig Tamás tisztelő is voltam. Tamást úgy tartjuk számon, mint a legmesszebbre elkerült apostolt. Te is nagyon messzire elmentél. Igen, hát egy orosz katonai teherautó ütött el 83-ban, és kártérítésként akkora pénzt kaptam, hogy egy ibusz csoporttal kijutottam Indiába, és a legnagyobb élményem Indiában az volt, hogy Tamás apostol sírjánál imádkozhattam. De akkor még ez 84-ben volt, egy évvel a karambol után, fogalmam se volt róla, hogy én Tamás templomot építhetek. Az egész úgy kezdődött, hogy 6-8 ember járt templomba abban az időben, 90-es évek elején. 40 család letett 5-5 ezer forintot. Ezzel a 200 ezer forinttal indítottuk el a templom építését. De hogy azért ez a 200 ezer persze tényleg szaporodjon, hát ahhoz mindenfélére szükség volt. Volt úgy, hogy megvettem 4 mázsa mosóport, és 5 kilós csomagokban adtuk el, és maradt 20 ezer forint hasznunk. Vagy Nógrád megyei barátomtól ugyanígy mákot vettem, és azt is mindenféle barátom is árulta az ország különböző helyein, kilós zacskókban a finom mákot. Díszvirágokat egy nagy körösi ismerősömnek köszönhetően Katalin meg Erzsébet nap környékén rengeteget eladtunk, és ő hasznáról lemondott, mármint az illető kereskedő, abból is maradt valami. Volt úgy, hogy radírgumit kaptam egy dobozzal, hogy eladhatjuk a templomépítés javára. Volt, aki libákat kínált föl, és tényleg 2 napig teherautóról árultuk az utcákon a libákat. Nagyon sok helyen ez derült ki, hogy pénzt nem tudnak adni, de esetleg valamit, amivel a cég foglalkozik, vagy az a magánszemély. Amikor egy gyógyszertári központnak az igazgatója törte a fejét, hogy hogy tudna segíteni, pénzt nem tud adni, és akkor megajándékozott 1200 tubus lambada sportkrémmel. És akkor fürdőnadrágban a gyerekekkel árultuk a strandokon a lambada sportkrémeket, 8-10 és 12 faktoros krémeket, akkor tanultam meg, hogy egyáltalán van ilyen, és el kell darabja 100 forintért. És hát előfordult, hogy úgy nézett ki, hogy talán nem tudunk fizetni, és akkor az egyik ilyen csoda érdekes élmény, fölugrottunk néhány hittanossal Pestre, és a Váci utcában sétáltam perssellyel a kezemben, és 2 forintokat kértem a templomépítés folytatásához, és amikor láttam, hogy járőröző sétáló rendőrpár közeledik, de minimum biztos, hogy igazoltatni fognak,
És a rendőrök egy ideig hallgatták, hogy hogy megy ez a kéregetés, és aztán mind a kettő zsebében nyúlt, elővette a pénztárcáját, és néhány forintot bedobott, és elköszöntek. Enélkül nem ment volna. Szóval ezt egyszerűen tudomásul kell vennie mindenkinek, aki esetleg erre úgy néz, vagy úgy hallgatja ezeket a híreket, hogy na hát azért ilyet csinálni, hát egyszerűen ez a templom nem épült volna fel. Összesen körülbelül egy 5-6 millió forintot kaptunk a 8 éves építkezés során az Egyházmegyétől, és körülbelül ugyanennyire tehető a külföldi segélyszervezeteknek a segítsége, amiből két harangot is öntettünk, tehát ez nem mind készpénzként jöttünk. Egy körülbelül 60 millió forintos templomot mutathatunk most meg az ide zarándoklóknak, és ebből a lehető legjobb szándékkal mondom, hogy 20 millió az, ami ilyen normális csatornán, az előbb említett csatornákon bejött. És hát a püspök is mosolyogva adta áldását arra, hogy akkor ez a templom Tamás templom legyen. Mert ha valahol, akkor itt ez teljesen stimmel, egy ennyire hitetlenné vált városban épülhet föl ez a templom itt a hitetlenek Felegyvárában. És tényleg a megtért és Indiában vértanúhalált is vállalt Tamás apostol életének két helyszínét kértem az építésztől, Marosi Gábortól, hogy komponálja bele az épületbe. Ezért az alaprajza a templomnak a jeruzsálemi keresztre emlékeztet, ahol találkozik Tamás a feltámadás után Jézussal. A templom csodálatos ívei, a homorú kupola, a szamárhátívű apszis, az ajtók, ablakok ívei, a kórusrésznek a melvédjén, a csipkeszerű kiképzés, az oldalgalériáknál a szinte betonfüggöny, ez pedig mindegy kicsit szándékosan a vértanú halált halt apostol sírjához visz bennünket. Összesen a két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan jártak át a Tiszaföldvári katolikus templomba, hiszen ez egy egyházközség, tehát mind a két település plébánosa vagyok 83 óta. Nagyon kevesen tudtak kitartani az egyház mellett és a vallás gyakorlás mellett. Ha azt mondom, hogy 6 ember járt 10 évvel ezelőtt templomba, és most 90 jár katolikus templomba, akkor ez 15-szörös növekedés. Kérdem én, hol van ebben az országban egy olyan hely, ahol 15-ször annyian járnak templomba, mint 10 évvel ezelőtt. Az 1600-as évek elején Szügy népe el kellett, hogy meneküljön a török elől. Az evangélikus templom harangját elrejtették.
40 év múlva, amikor visszatérhettek, már senki sem emlékezett a helyére. Hogy miként találtak rá 300 évvel később, elmondja nekünk Záborszky Csaba, evangélikus lelkész. 1620-at írtak a jegyzőkönyvek szerint, amikor menekültek a szügyiek, és pedig a török elől. Felvidékre, Ipolyság környékére, ha jól tudom, Palás nevű községbe, magukkal vittek egy nagyobb harangot, kb. Egy két mázsásat. Az egyházközségnek, a régi szügyi gyülekezetnek volt többek között egy kis harangja is, amely kb. 60 kiló súlyú, azt elásták. Mivel szerették az otthonukat a szügyiek, a régi kedves hazát, több mint 40 év múlt, pontosan 44 év múlva, 1664-ben jöttek vissza. És akkor már azok a régiek, akik erről tudtak, elásták, nem emlékeztek, meghaltak. És kezdtek egy új életet a romokon, szokás mondani, a régi templomot lassan helyrehozták, és 1650 óta tulajdonképpen majd a lelkészi szolgált. És elmúlt 300 év egészen megdöbbentő, senki sem gondolt már a kis harangra, csak a történelmé, vagy a múlté volt, és egy nagy zivata... Eltűntnek, nyilvánították. 920-at írtak, akkor egy nyári nap alkalmából, amikor előző nap is egy nagy zivatar volt, a második napon is, és akkor délután kijöttek itt az itt lakó férfiak, és asszonyok is csináltak lefolyót, elkezdtek ásni kapával, ásóval, és egyszer csak azt veszik észre, hogy valami olyan vas darab van, hogy úgy mondjam, amit nem tudtak kivenni. És hoztak csákánk minden, de már szaladtak a hírrel, közben kiemelték egy kis harang. Ez a kis harang 300 évig a föld gyomrába volt, mélyébe elrejtve. Matus János és Kocur Mihály találták meg. Vitték gyorsan a hírt a lelkészüknek, és Isten kegyelmi újra felkerült most már a nagy templomba. A felírás egy latin nyelvű rövid mondása, az Úr békessége legyen veled. Tudomásom szerint az országban három ilyen kis harang van ebből a korból, hasonlóak mind. Az egyik az Egri Múzeumban került, mert az törött volt, valamelyik faluból vitték oda, és a másik pedig itt van a megyében, katolikus templomban, Nógrád szakállon. Ha tudnak olyan történetekről, melyekben valami vagy valaki elveszett, de végül csodálatos módon megtaláltatott, kérjük írják meg nekünk. A következő történet jó példa mindenre. Amerikában nagyon sok gyülekezetben ez népszerű, de Magyarországon ez különleges, hiszen tudomásunk szerint két gyülekezet ifjúsága játszik harangokon. Igen. Hallottuk, hogy a baptista egyház egy harangkészletet kapott ajándékba a virginiai baptista testvérektől. És használatra bármelyik gyülekezet jelentkezhet. És ahogy ezt a hét meghallottuk, egyből jelentkeztünk, hogy mi nagyon szeretnénk ezt a harangkészletet használni. Nem is volt ennek semmi akadálya, megkaptuk, és így került a mi gyülekezetünkbe. Szóval mi olyan célzattal kezdtük el ezt a tevékenységet, hogy egyrészt összefogja a fiataljainkat, másrészt pedig tudunk menni kifelé, emberek felé szolgálni és hívogatni, és az örömöt, a szeretetet hirdetni a harangok által is. Ez kifejezetten közösségi hangszer, tehát nincs olyan, hogy valaki hazaviszi a harangot és majd egyedül begyakorolja, mert mindig hallani kell hozzá a többi szólamot, hisz csak úgy tud beépülni, hogyha a többi is szól. Azt tapasztaltam, hogy a fiatalok borzasztó sok feszültséget, indulatot hordoznak magukban, éppen úgy, mint mindenki más. Viszont harangozni nem lehet úgy, hogy ezeket őrizzük magunkban. Tehát ennek akkor meg kell szűnni abban a pillanatban, különben nem jön össze a közösségi zenélés. És ez csak úgy működik, hogy mindenki egyformán, egy akarattal végzi a dolgát, és így alakul ki belőle valami csodálatos hangzás. Ha itt bárki esetleg hisztizik, vagy megsértődik, vagy egyáltalán hiányzik, akkor nem teljes. Tehát mindenkire szükség van, és mindenkire teljes odaszánással van szükség. Tavaly játszottunk a
Hotel Merkurba, a déli pályaudvarnál, és nekem kellett hazavinni a harangokat. Még bementem a gimnáziumba, a Fasori gimnáziumba jártam még akkor, mert egy félórás táncpróba volt, szalagavatóra készültünk, és hát fölálltam a járdára a kapu elé, és hát szántam is, meg bántam is, mert én is tehettem róla, mert ugye ez átlátszó, és egy trabantot nem olyan nehéz kinyitni, de az alatt a fél óra, 20 perc alatt lába kélt a bőröndöknek. Egy pillanatra így nem kaptam levegőt, amikor megláttam, azt hittem, hogy a barátaim húznak engem, vagy biztos eldugták, de aztán láttam, hogy elég komoly arcot vágnak, hibáztattam magam, hogy fényes nappal otthagyni két ekkora bőröndöt egy kocsiba az utcán, amiben belátni. Ez több, mint a fele a készletünknek, így nem tudtuk egyáltalán használni. Gyülekezetünkben van egy fiatal ember, aki a TV2-nél dolgozik, szóltunk neki, és ő másnapra már a tévéstábot oda szervezte a gyülekezetünkbe, felvették az eltűnést, riportot készítettek, megnézték a harangokat, és már másnap este leadták ezt a tévében főműsoridőben. Ezen kívül a rádióban is közöltük, és egész nap ezt mondták, hogy a Rákosszent Mihály gyülekezet harangjai eltűntek, aki megtalálja, hozza vissza. És ennek olyan különös eredménye volt, hogy harmadnap este fölhívtak bennünket a kőbányai hajléktalan szállóból, hogy ők megtalálták a harangokat délután, és érte mehetünk. Ez a két bőrönt harang le volt téve a Ferencvárosban valahol a kukák mellé, és hát a kukázó hajléktalanok megtalálták, és annyira becsületesek és olyan jó indulatok voltak, hogy hiánytalanul, épségben visszaadták ezt nekünk. Ez olyan volt, hogy az egész harangzenekar úgy megrendült, hogy ez nem lehet, hogy ez velünk történik meg, és mi lesz most, és most egyáltalán nem fogunk tudni játszani, hát még most kezdtünk belejönni, és a gondviselés tényleg olyan fantasztikusan működött, hogy amikor milliós kocsikat nem találnak meg ebben az országban, akkor a mi 21 harangunkra Istennek gondja volt, és ilyen különleges módon adta vissza. Ezáltal viszont egy új csatorna nyílt számunkra, hisz a hajléktalan szállóba is eljuthattunk a zenénkkel, és egy karácsonyi kis koncertet tudtunk nekik adni. Nagyon megható volt ez az este. Annál is inkább, mivel amikor kiraktuk a harangokat, és láttuk a harangok csillogását, és a hajléktalan szállónak a ridegségét, kopottságát, szegényességét, ezt az ellentétet valahol a zene és a zenei üzenet teljesen feloldotta, és azt hiszem, hogy nagyon nagy szeretetben telt el ez a pár perc, amit mi ott töltöttünk. Az ébredést látták. Nézzék a legközelebbi adásunkat is, melyben egy művesekezelésre járó édesanya szól arról, hogyan szülte meg betegen második gyermekét is. Egy texasi börtönben különleges módszereket vezettek be sikerrel. Végül egy dunántúli lelkés család tesz bizonságot Isten gyógyító kegyelméről. Javaslataikkal, ötleteikkel keressenek meg az Itt látható címen.